Hogy ne szűnjön meg a jogosultság az egészségügyi ellátásra, szolgáltatási járulékot kell fizetni a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára. Ezt különbe kell fizetni, amennyiben a jogosultság megszűnt. Ez bekövetkezhet a munkaviszony megszűnésével, a diákigazolvány lejáratával, illetve akkor is, ha a magánszemély nem szociális rászorulónak minősül. Ezt a járulékot az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megszűnésekor kell elkezdeni fizetni, viszont a törvény meghatároz egy 45 napos türelmi időt. Tehát, hogyha a jogosultság 45 nap vagy annál hosszabb ideig fennállt, akkor 45 nap a türelmi idő, hogyha ez rövidebb időszak volt, akkor e szerint fog módosulni ez a 45 napos határidő, tehát csökkenni fog. Azoknak a diákoknak, akik az idei tanévben már nem tanulnak, október végén válik érvénytelenné igazolványuk, tehát az ő esetükben december 16-ától kell megfizetni a járulékot. Ezt az összeget egyébként a NAV automatikusan írja elő, de bizonyos esetekben külön kell jelezniük az adózóknak, ha megszűnt a jogosultságuk. Ezt az egészségügyi szolgáltatási járulékot a tárgyhót követő hó 12-éig kell megfizetni. 2022-ben ez a havi összeg 8400 forint, töredék időszakra pedig napi 280 forint. A kötelezettséget meg lehet fizetni csekken, banki utalással, illetve az elektronikus fizetési felületen pedig bankkártyával. Az egészségügyi szolgáltatási járulékot az érintettek helyett más személy vagy szerv is megfizetheti, az adózó hozzájárulásával, illetve az adóhivatal jóváhagyásával. Amennyiben nem fizetik meg az összeget, és a fennálló tartozás meghaladja a havi összeg hatszorosát, úgy ebben az esetben nem vehetik igénybe térítésmentesen a szolgáltatásokat.